A MyProtein egy hatalmas dizájnváltáson megy át. Új logó, új csomagolás, új címke, új minden. Most egy ilyen unboxing videót fogtok látni az új kollekciós termékekkel, az új logós termékekkel, úgyhogy kezdjük is. Sziasztok, én Odett vagyok, és üdvözöllek titeket újra itt a YouTube csatornámon. Még mielőtt elkezdenénk, azt jegyezd meg, hogy a leírásban ott van az a link, amivel mindig kedvezményesen tudsz rendelni. Kattints a linkre, tedd be a terméket a kosárba, és a kosárban automatikusan aktiválódik a kedvezmény, és azt fogja kírni, hogy exkluzív kedvezmény Bernát Odett. Ezzel tudsz te is spórolni rengeteget, főleg a hatalmas akciós napokon. És ezzel tudod az én munkásságomat is támogatni, amiért elképesztően hálás vagyok, nagyon-nagyon sokat jelent, és ez egy nagyon jó visszajelzés és arról, hogy szeretitek, amit csinálok, és szeretitek ezeket a tartalmakat, szóval előre is köszönöm szépen, hogyha a linkemen adod le a rendelésedet. Az első ez a kis kedves szett, aminek amúgy ezt a kettő részét már láthattátok egy korábbi unboxing videóban, viszont most végre megrendeltem hozzá ezt a felsőt, ami igazából semmi célt nem szolgál, meg semmi funkciója nincs, de annyira jól néz ki, nekem nagyon jó ilyen motoros vibe-okat ad, nem tudom miért, de nagyon tetszik, és szerintem tökre feldobja így a szettet, kis egyszerű lenne enélkül, viszont így baromi extra szerintem. A második szett szintén ugyanaz a kollekció, mint az előző kék. Nekem ez a kollekció egy hatalmas szerelem, annyira jó az anyaga, hogy valami elképesztő. Picit vastagabb, mint amit megszokhattunk a MyProtein-től, de szerintem nagyon kényelmes, és nagyon jó rugalmas, és egyáltalán nem vág be sehol, és nagyon kényelmes tényleg. Úgyhogy ebből rendeltem egy ilyen felsőt is, mert a szett már korábban megvolt ugye a sportmelltartó és a leggings, viszont most rendeltem hozzá ezt a hosszú jó kis felsőt, és baromi jól néz ki. Nem akartam ugyanazt, amit a kékből ezt a kivágott rövidet, hanem gondoltam, megnézem ebből ezt a kis felsőt, aminek ilyen címzáros a nyakánál a felső rész. Szerintem tényleg nagyon jól néz ki. Ennek is egy picit ilyen motoros vibe-ja van szerintem, de hát egészen oda vagyok érte, a linkemmel ez is kedvezményes. Mivel megújult az egész márka, új csomagolás, új logót, új dizájnt kapott a MyProtein, így az új kollekciós termékeken már az új logót láthatjátok, mint például ezeken is. Ezt a nacit már korábban láthattátok nálam, ez egy sima egyenes szárú melegítő nadrág, és most érkezett hozzá egy ilyen egyszerű sportmelltartószerűség, egy ilyen felső, amiben nincs most szivacs, mindig szokott lenne benne lenni szivacs, de most ebben nincs, viszont szerintem így is tök jó, mert dupla rétegű elől, és állítható a melltartónak a pántja, szóval szerintem ez tök nagy pluszpont, és szerintem tök jól néz ki, amúgy ilyen kis laza, kis kényelmes, egyszerű, de nagyszerű, és ehhez ugyanebben a színben érkezett pulcsi is, mutatom. Végre érkezett crop pulcsi, ami eddig sose volt a MyProtein-nél, úgyhogy én ezt már nagyon-nagyon vártam, mert mindig szenvedtem, tudjátok, hogy így betűrtem a sportmelltartó alá a nagy pulcsikat, de most már nem kell ezzel küzdeni, mutatom felvéve. Na szóval, így nézünk ki, így meg lehet húzni a derekánál, én valószínűleg totálra meg fogom húzni, így, és akkor ezt itt eldugjuk, hogy ne látszódjon, és meg is vagyunk, kapucni is, ugyanolyan az anyaga, mint a nadrágnak, szóval tényleg ez így egy tökéletes szett, imádom a melegítő együtteseket, és hát ez teli találat ismételten, fú, baromi jól néz ki szerintem, nagyon tetszik, még eddig fel se próbáltam, most van rajtam először, de szerintem bombasztik. És ugyanebből a pulcsiból érkezett fekete is, ugyanaz, semmi extra, egyszerű, de nagyszerű, ezt bármivel lehet kombinálni, alapdarab mindenkinek, szóval csajok, erre gyorsan csapjatok le. És természetesen a férfi részleg most sem maradt ki, rengeteg új férfi kollekció érkezett, úgyhogy nyilván nem bírtam ki, hogy ne rendeljek egyet. Ezt a barnát választottam most, és ilyen szín még korábban nem is volt a MyProtein-nél, viszont nekem nagyon-nagyon tetszik, és nagyon jó az anyaga is, nem túl vastag, nem túl vékony, hanem ilyen pont jó, a derek a megköthető és a nadrágnak, szóval tényleg teli találat, a linkemmel ez is kedvezményes. Amúgy én régen picit szkeptikus voltam az overallokkal kapcsolatban, nem igazán mertem overallban edzeni, meg azt gondoltam, hogy nem is kényelmes, viszont mióta először kipróbáltam, azóta egyre jobban szeretek ezekben edzeni, annyira kényelmes, és nem kell külön gondolkozni, külön a felsőn, külön az alsón, hanem csak ezt felveszed, és már kész is van a szett, és baromi kényelmes, főleg ezek az újak a MyProtein-nél ilyen bordázottak, baromi jó szerintem, és brutál jól is néz ki. Most érkezett egy csomó új szín a MyProtein-nél, úgyhogy érdemes lecsekkolni, csajok. Nagyon durván beújít most a MyProtein, új dizájn, új logó, új minden, és rengeteg új zseniális kollekció, ez most az egyik legújabb, ami szürke rózsaszínben és ilyen zöldes árnyalatban is elérhető. Én most a szürkét rendeltem meg így letesztelni, és sokkal jobb, mint amire számítottam. Én picit féltem tőle, hogy ez a minta nem lesz annyira előnyös, de
brutál jó szerintem, így néz ki hátulról, nagyon-nagyon kényelmes, és ebben a melltartóban most nincsen szivacs, viszont ilyen dupla rétegű, ilyen, sőt szerintem tripla rétegű, nem tudom, de nagyon jól tart, és egyáltalán nem látszik át a felső, és érkezett hozzá egy ilyen kis felső is, ami cipzáras, ilyen mellényszerű, de mégis azért szűkített, szóval ilyen, értitek, már is mutatom felvéve. Nem is húzom fel teljesen, szerintem így baromi jól néz ki, és kifejezetten tetszik, hogy egy az egyben ugyanolyan az anyaga ennek a kis mellénynek, mint a sportmelltartónak és a nacinak, és amúgy ez a szett elérhető hosszú nadrágos verzióban is, de szerintem ezzel a sorttal is brutál jól néz ki. Ezt a melegítő nadrágot már annyiszor mutattam nektek, hogy már lehet, hogy valaki unja, bocsi, de annyira kényelmes, annyira tökéletes a fazonja, hogy arra szavak nincsenek. Most pedig megérkezett az új logós változat. Egy az egyben ugyanaz a fazon, ugyanaz az anyag, csak ugye most már az új logó van rajta. Nagyon kényelmes, tényleg ilyen picit fürdőruha anyagszerűségű anyaga van, nem tudom pontosan, hogy mi ez az anyag, de tényleg brutál kényelmes. Van zsebe is, és meg lehet kötni a derekát, jó magas a dereka, úgyhogy tényleg ez teli találat. Nagyon jól kihasználható, én blazerrel, sportosan, elegánsan, mindenféle outfittel felszoktam venni, szóval tényleg nagyon könnyen kombinálható, több színben is elérhető. Ez a felső pedig ugyanaz, amit korábban szürkében is mutattam, ugyanúgy nincs benne szivacs, viszont dupla rétegű elől, nem annyira feszesen tart, hanem egy picit lágyabb tartást ad, viszont állítható ennek is a felső pánt része, nagyon kis kényelmes, kis egyszerű, de nagyszerű, és rendeltem még egy dolgot, amivel már tök régóta szemeztem, egy ilyen kis mellény, úgy látszik most kettő mellényt is rendeltem, na mindegy. Ennek van egy ilyen hosszújú kardigános változata is, viszont láttam már ezer éve szemezek vele, hogy van belőle ilyen rövidebb mellényszerűség is, úgyhogy most végre megrendeltem ezt is. Így nézzünk ki. Nem olyan rossz szerintem. Mit gondolunk? Szerintem azért nem rossz. Edzéshez jó lesz, szerintem válledzéshez ez nagyon jól fog mutatni, és nagyon jó az anyaga, ilyen nagyon puha. Nem is tudom elmondani ennek se az anyagát, nem vagyok így ennyire képbe. Na mindegy, nagyon jól néz ki, és nagyon kis kényelmes. Szerintem még elérhető több színben is, úgyhogy csekkoljátok le ezt is. És rendeltem még egy dolgot, ugyanis én edzésre mindig olyan színű törölközőt viszek magammal, amilyen színű épp az edzőszettem, ami passzol hozzá, vagy a cipőmhez, vagy valami, és kék edzőszettem van ugye rengeteg, de sötét kék törölközöm még nem volt, úgyhogy most ezt is megrendeltem. Fekete nekem már volt korábban a MyProtein-ről, még a régi logóval, ezen viszont már az új logó van, és láttam, hogy elérhető szürkében is, úgyhogy azt is meg fogom rendelni, és a fekete is most már az új logóval elérhető, úgyhogy ezt is nézzétek meg. Ja, és még egy dolgot majdnem elfelejtettem megmutatni. Ugye nem sokára itt vannak a versenyeim, és a versenyekre mindig bőröndel szoktam menni, főleg, hogyha külföldre megyek, akkor nyilván bőröndel megyek, és rendeltem a bőröndökre ilyen lakatot, ami a MyProtein-ről van szintén. Nagyon durva, hogy a MyProtein-nél ilyen is van, tényleg mindenre gondolnak, és most már ezen is az új logó van, és ilyen számzáras a lakat, szóval ez atom biztos lesz, senki nem fogja tudni feltörni a bőröndjeimet, szóval ez az utolsó, amit még így gondoltam, hogy megmutatok. Úgy is jön a nyár, mindenki megy nyaralni, úgyhogy a bőröndökre ezt mindenképp szerezzétek be, meg így szerintem könnyebben is fel is ismeritek, hogy melyik bőrönd a tiétek, mert MyProtein-es lakat lesz rajta. Szóval ennyi lett volna ez a mai videó. Írjátok meg kommentbe, hogy nektek melyik darab tetszett a legjobban, csekkoljátok le az új kollekciós termékeket, vásároljatok a linkemre kattintva, fontos, hogy a linkemre kattintva vásároljatok, ezt nem győzöm eleget hangsúlyozni, ne felejtjétek, nektek is jó, és az én munkásságomat is tudjátok ezzel támogatni, szóval fontos, hogy a linkre kattintva add le a rendelésedet, és ne felejtjétek, hogy már a Patreonon is tudjátok támogatni a munkásságomat, szóval azt is nagyon szépen köszönöm, hogyha ezt megteszitek. Én most ezt a szettet választottam a mai hátedzésemhez, úgyhogy indulok is edzeni, nektek pedig legyen szép napotok. Puszi!